Először a várkapu előtt álló emlékművet keresték fel a barantások. Verssel és Kátai Zoltán históriás énekével adóztak a résztvevők a várkapitány emléke előtt. A megemlékezésen a legfiatalabb barantások is részt vettek, közülük többen a szombati portjához is csatlakoztak, a felnőttek legnagyobb örömére. Felidézzük a múltat velük közösen, ugyanúgy az edzéseken is, és ez a túra az elég jó alkalom erre. Nagyon közel kerülünk a gyermekeinkhez, meg a felnőttekhez is, meg mindenki, akik együtt megyünk ott. És hát ez egy célért megyünk végül is. A túri portját immár 6. alkalommal rendezte meg a közösség. Úgy érzem, hogy aki eddig eljött, az mindenki jól érezte magát, meg aki ezután eljön, remélem ők is jól fogják érezni magukat. És azért, hát ez egy kis testi-lelki megújulás is. A kanizsai várkapitány 1571-ben, április 2-án esett el Orosztonyban. Messze földön híres volt arról, hogy számtalanszor tört borsot a török orra alá. Európai hírű bajvívó vitéz, akinek a fejét, levágott fejét még a szultán is magához kérette, és még a szakállát is megsimogatta. És hogyha ezen egy kicsit elmerengünk, hogy ez egy ilyen török expanzió idején, hogy hány millió embert öltek meg a törökök, és mennyire kevés emberre lehetett személyesen kíváncsi a szultán maga, akkor ebből is láthatjuk, hogy Túri György egy nagyon nagy formátum ember volt. A koszorúzást követően a megemlékezés a Baranta barlangban folytatódott.